kormány most lépett elő rendkívüli jelentőségűvé. Ha Nibald 5-3-ra tudja legyőzni Nikitint, akkor a magyar csapat a világbajnok. Nikitin támadott. Ő a győzelemért kell, hogy harcoljon. Az a biztos. Mondhatnám úgy is, hogy neki szintén csak az a biztos. Jobbra van a találat, 2-0 arányban vezet Nibald. Nikitin 2 méteren. És elvágja a támadását, nagyon sportszerűen be is mondja, hogy nála van a találat. Ritka szép pillanat az ilyen, amikor egy ennyire éles és ennyire sorsdöntő csörtében valaki bemond egy lehelet finom találatot saját magánál. 3-0, egy elővágás Nibaldnál. Szép pillanat volt az előbbi, egy szép pillanat ez a mostani is. Most viszont Nibald mondta be a találatot, nem várva meg, hogy a zsűri esetleg elferdítve, esetleg mást mondhasson. Óriási lehetőség ez. Megvan, megvan. Egyetlen találat. Ennyi kell. Nibald 2 méteren áll. Vág. De éppen a vágásba, hogy kiemelte a karját, nála ült meg. Egyetlen találat. Elővágás. Támadás. Nem. Megvan. A magyar csapat világbajnok. Ezen a világbajnokságon, amikor már-már azt hittük, hogy semmi öröm nem terem a számunkra, a karcsapatunk megnyerte a világbajnokságot. Érdemes elsorolni a neveket, azoknak a boldog fiúknak a nevét, akik most ott ölelkeznek. Gedővár Imre, Gerevics Pál, Hammann Ferenc, Nibald György, Nagyházi Zoltán hívták ki ezt a igen nagy, szép sikert. Most pedig Karagyan és Kolconai következik. Gyakorlatilag az a helyzet, úgy számolom, ha egy találatot ad Kolconai, a magyar csapat már világbajnok. Drukkoljunk ezért az egy találatért. Karagyan balról, Kolconai jobbról. Kolconai nem az a vívó, aki kettős vereségre megy, bár Karagyan viszont az, ő már csinált kettőt. Kolconai elindult végül, Karagyan kivéte, és védés közben már be is támasztott, nézzék meg. Most jön majd az a pillanat. Védett, és már ott megy is vissza a pengéje. 2 perc telt el. Már-már lelépett, de aztán mégis elindította a találatot, támadást. 2-0. Itt a harmadik. Karagyan tőre, mint a kígyó nyelve csapott le. A rövid kis közjáték néhány percet tartott. Karagyan fegyverét kellett kicserélni, testvetetékét is, és most folytatódik a csörte. 3 percig másodperc, és most megvan a találat! Megvan az az egy találat, amire vártunk!
Koltonainak jót tett ez a kis pihenés, úgy, ahogy reméltem. Horváth Kornél már odament hozzá, csókolja a tanítványát, megvan a világbajnokság, megnyerte a csapatunk ezt a világbajnokságot. A többi már, a folytatás már, nézzék itt a lassítás, a többi már csak játék. A küzdelem ez volt, ez a találat jelenti a világbajnoki címet.